Július 2 és 4-e között Salgótarján ad otthont a tájékozódási futó ifjúsági Európa bajnokságnak, ami a sportágban a 16-18 éves korosztály legrangosabb nemzetközi eseménye. Pár évvel ezelőtt, még a Covid előtt megnyertük ennek a rendezési jogát, és hát most már többszöri halasztás után úgy néz ki, hogy ezen a hétvégén ez meg is fog itt valósulni Salgótarjánban. Összesen 34 ország adta le a nevezését. Az európai országok közül szinte minden olyan ország csapata jelen lesz, ahol jelentős bázisa van a sportágnak, de Európán kívüli országokból is érkeznek válogatott sportolók, hogy megmérettessék magukat a Salgótarján és környéki pályákon. Ausztrália, Új-Zéland, Kanada is indít versenyzőket, például Ausztráliából is egész népes csapat érkezik majd. Ha a Covid előtt került volna megrendezésre az esemény, salgótarjáni versenyző is kapott volna helyet a magyar válogatottban. A magyar válogatottat 4x4 fő fogja alkotni, tulajdonképpen a 16 éves fiúk, lányok 4-4 fős csapata, illetve a 18 éveseknél is 4-4 magyar válogatott fiatal versenyző lesz majd a csapatban, őket elkíséri 4 szakvezető, tehát egy 20 fős magyar válogatott csapat is itt lesz az eseményen. A hétvége programja a helyszíneket illetően titkos volt. A mai nappal kezdődően azonban a végső bulletin és a program füzet napvilágra kerül. Az első versenynap, ez az erdei hosszú távnak a napja, ahol ilyen 40-60 perces győztes időre tervezett pályákat kell teljesíteni majd a fiataloknak. Ez jellemzően ilyen 5-7 kilométer hosszúságú légvonalban ilyen hosszúságú pálya lesz. A cél aréna az a Kakuklovas udvarban kerül fölépítésre, és Eresztvény környékéről fognak majd rajtolni a futók. 10 órakor kezdődik ez a szombati esemény, nagyjából 14 óra 30 körül ér célban a tervek szerint az utolsó befutó, és 14:40-re tervezünk egy virágátadó ceremóniát itt a Kakuklovas arénában. De a fő eredményhirdetés egy megnyitót követően este 7 órakor a Városi Sportcsarnokban lesz majd. A hosszú szombati napot követően vasárnap egy kicsit tovább pihenhetnek a fiatal sportolók, hiszen csak délután 15 órától kerül sor a Városi Sprint futamra, amely Salgótarján belvárosába kerül megrendezésre. A cél aréna kiépítése itt Salgótarján főterén történik majd. Ezúton is kérem a városlakók türelmét, megértését, hogyha némi fennakadást fogunk okozni, de a verseny érdekében erre szükség volt. Ennek a városi sprintfutamnak az eredmény hirdetése pedig vasárnap 3-án 18 óra magasságában lesz itt a főtéren fölállított hatalmas nagy eredményfal színpadján. Hétfőn pedig Eresztvényben a nemzetek váltójával zárul majd az ifjúsági Európa-bajnokság, ahol minden korosztályban háromfős nemzeti csapatok mérik össze majd az erejüket. A résztvevő országok számából is várhatóan 30-35 váltó indul majd minden korosztályban. A tájfutó ifjúsági Európa-bajnokság hivatalos ünnepséggel zárul majd.